Adj egy darabot magadból, hadd vigyem el az útra. Lehet, hogy az élet közbe szól, és soha többet nem látlak újra. Szevasztok, mangókák! Az a helyzet, hogy miközben elindultunk Kaposvár irányába, a Volánnál Szilágyi László, és hát ma este egy ilyen kis klubuliban játszunk, majd lehet, hogy abban is mutatunk nektek részleteket. István, te is abban reménykedsz, hogy Zalatnai című slágereket fog játszani a zenélő? Reptér. Reptér. Tényleg. Éjszaka kijönni ide, kőműves kanállal, kis anyaggal átrakni reptérre az egészet. Hát milyen szép gondolat. Hogy örülne drága jó Korda György barátunk, és annak kedves felesége Klárika, akivel oly szépen táncoltunk, amit azt hiszem ide akkor most már meg is vágok. Ott látható már a zenélő tábla. Figyelj! Pillanunkkal szélülök, esik az eső, és nem találsz el. 29 fok van. Légkondi van. Kemény. Menj át, cicikál, csöcsökál, balra, jobbra, balra, éj! Jó fele megyek. Jó fele mentem, azt hittem az megkülönben. Nem szok számolni. Túlszegik, le, fel, le. Tehát le, túlszegik, minden, felfele, le, fel. Itt mi ismertetnéd az elméletedet arról, hogy a Kaposfüred elfelezéshez vagy majd sikerül? Hát itt a Balaton környékén eléggé megfáradtak már Árpádék, mire ide értek. És akkor záporoztak az ötletek, hogy mi legyen a neve, hát Balatonfüred. De az már volt, te hülye! Hát akkor legyen Kaposvár! De az is volt már! Akkor legyen Kaposfüred! De az még nem volt. Valószínűleg amúgy a Kecskemét is így lett, meg a Kiskunfél egyháza hozzátenném. És a Csesznek az hogy lett? Hát na, az aztán végképp. Na itt a Kaposvár tábla, tessék. Gyerekek, oázis az autópályák sivatagában. Benzin a hót. Töfködte le, Lackó. Mit keresel, Pityuk, a magzatvizet? Vitamin. Nem találjuk a magzatvizet, az a bajunk. Hát biztos van. Ott a magzatvíz. Ó, igazi magzatvíz. Melyiket kéritek? Az élettér visszafelé, meddig vagyok színnel, csak még a pólomtól nem látszik. És ugye István nagy találmánya, hogy ugye léberkézét fogunk enni, ami egy ilyen tradicionális, hát osztráknak nevez, német, talán valami. És István ugye azt mondja, hogy a lézer az mekkorát mehetne azzal, hogy lézerkéze. Amúgy erős, erős. És utána lehetne a lézerláda. Ez a valami, hogy lézerkéze, mert van egy lézerlábe. Hát, van a lézernéze, amikor játszol a színpadon, és nézed, hogy a lézernéze, de nem néz, hanem ugye nincs ott. Mert a pultnál van. Lackók a fütyülé a harmatos a kukorica levelét, miközben elrajtoltunk a szállásról. Megnézzük a helyszínt, egy picit beállítjuk ott a cuccokat, szerzünk valami újházi tyúkús levelet. Majd aztán visszatérünk a szállásra, ugyanis csak késő este kezdődik a koncert. Meg is érkeztünk a helyre, mutatom a spotot. Nem is kis venue az a helyzet. Elég jó pofa a helyszín. Hello! Előre félek, hogy mi lesz itt. Hát mit keres itt egy melltartó? Lehet, hogy azért a csigáé ott benne, aki rajta van, csak összement és a melle is. Szegény csigává vált. Aj, ez szörnyű. Rajta. Ah, ez Platzins Krózis, ja? Mennyire cuki helyszín. Hát ez óriási, gyerekek. Hát figyelj, rendesen jól néz ki a spot. Az van. Nagyon helyes, nézzétek! Adjon Isten jó napot! Néha
csak lesem, hogy hol vagyok. Nézze el, nekem nem lökhetek magamtól el minden kószak kótyagot. Ilyenkor barátságosabb az ember végtére, mégis minden jó van, mikor a testbeszéd kell, olyankor nem elég. Központból már megyünk az étterembe. Hát ez túró gombóc, nagyon jó, pisztácia morzsában, ilyen málnás velő szószal. Elgyengültél, Lackó. Találkozik a húsleves a túró gombóc, hogy szia! Jaj, de kell rá az a koktél cseresznél. Jaj, ne! Fúj, mi történik? Úgy nevezett gasztrohorror történik. Jézusom, megtámadta a deszert. Rettelet a Lackó, mit művel, tehát egyszerűen semmi se elég. Lackó, lelkes nyelvcsapásokkal pusztítod el a maradék gyomorlazítót. Nézzünk majd neked egy szállást. Újra deszkán megközelítjük a helyszínt, úgy tűnik, hogy eljött a bepakolás ideje. Figyeljetek itt! Te Jánosok, Jánosának Szent János! Cső! Janika! Jó estét, fiatalság! Jelenleg itt most nagy haverkodás történik, és megbeszéltük, hogy mekkora buli lesz. Óriási? Óriási, hatalmas, hatalmas. Legyen így, ha meg van beszélve, akkor az lesz. Az a lényeg, legyen megbeszélve. Természetesen lézerapánk is itt van. Lézer! Cső! One eternity later. Szevasztok, mangókák! Lement a koncert, dőnerezni indul a csapat. Elég jó pofa, nyári meleg van. Jó szarvasozást! A testeddel mutasztam, van benned még. Nem kell fel a napot, nem mosolyogsz, amíg nem lesz az emlék. Klassz! Ó, szarvasozós formák, szarvasozzatok! Nyomjatok egy pár kört, hajtsátok meg a testvéreteket, hát itt van. Csapja, man! A kis túlmányban! Micsoda szarvasodás! A vadidegen férfi és a vadidegen szarvas! És a hajtó férfi a kis túlmány! Micsoda szarvas! Szalázs! Jáj! Micsoda szarvasodás! Kérem! És egy tukatlan! Nagyon nagy! Jó van, szétszarvasozta az agyát a forma, engedjétek el! Jár a pacsi! Same street! Vége a koncertnek, kiürült az utca. Ez már a Katók István utca. Ott mutatja a pistájékat is. Most van az a rész, hogy a Ropi, azaz ananászlével finomabb be vagy a háztartási kekszel. Nem tudom, csak ez ilyen általános kérdés, meg úgy, hogy a sajtos talérba bele se ettünk, tehát lehet, hogy az még jobb. De arra jutottunk, hogy a híres pilóta keksz az már nem a régi. Tehát az teljesen értékelhetetlen. A Ropi az Ropi. Nógrádi, nem? Tehát nógrádi típusú. Olyan jellegű. Jellegű. A sajtos talér meg a kamu. Mindenki öreg anyja forog a sírjába ettől. Figyelj. Figyelj. Az van, hogy azért a tonik az iható gyomorsav. Bizony. A chips az ehető. Ezekkel, amiket így hazahoztunk, ezekkel azért így ki lehet balanszírozgatni egymást egy bizonyos fokig, de ez mondjuk, mit tudom én, tízeskán egyes szint. És már csak rosszabb lesz. Hát nyilván nem gondolunk a kajára, hogy kéne a szálláson valami kaja, és akkor benézzük, hogy egy ilyen éjjel-nappali boltba megyünk vásárolni. Ami itt úgy néz ki Kaposváron, hogy egy
tök szimpi csávú kinyit egy ablakot, és utána néz rád. És akkor te rájössz, hogy te jössz, és elkezded neki mondani, hogy mit hozzon. De ez már önmagában megalázó szitu, mert egy az, hogy van egy k***ára nem tudod, hogy mit akarsz, mert a boltba azt szoktad csinálni, hogy bemész, és akkor ott jössz, mész, nézegeted, elképzeled, ahogy megeszed, megiszod azt a dolgot hajnalba. De itt mondani kell, mert néz rád a csávó, és akkor ráadásul az egyik sarkából nézed át a boltot, tehát van, tehát a sorok másik oldalát nem látod meg a bolt nagy részét, de ő tudja, mi van ott, és akkor így várja, hogy tudja te is, hogy mi van a boltba. Hát így távirányítgatod a csávót, így mondod neki, hogy akkor léci, hozz egy sajtos tallért, vagy léci, hozz egy ilyen. Ja, de léci, ne olyat. Ó, nincs belőle az a kisebb lájmos, az a az ilyen sült verzió, az a füstölt, kemencébe sült, gumicukros. És akkor az nyilván nincs, de már elment oda, akkor onnan hozatsz még egy valamit, akkor Lackó megbök, hogy szerintem most küldjük el kétszer olyan messze kétszer. Tehát nagyjából az van, hogy így kellett vásároljunk. Ennek eredményeképp vettünk tonikot a ginhez, hát ilyen gyümölcsleveket, ropit, és készségesen elmegy a csávó mindenél nyilván, mert miért nem enne, hát erről szól a móka. De hát ennek megfelelően igen beszűkült lehetőségek közül lehet választani, hogy mit legyen az ember hajnalban. Úgyhogy magunkra vethetünk, jó bérák voltunk, de van ropping, onnan eszlével, gyerekek, bajatlan. Jó reggelt kívánunk, kedves mangókák! Elmegyünk reggelizni. Jaj, de jól döntöttünk. Jó napsütésre volt tekintettel. Mert ugye, el is takar egy fél decit. Hát, rendkívül jó volt a bál. Illusztris társaság gyűlt össze a helyi csehóban. Hát többféle jó élményünk is származik ebből az esetből, azt gondolom. Az egyik a teljesen szubtrópusi időjárás, ami még a mostani pillanatig is jellemzi a környezetünket, mind a mellett, hogy éjszaka leesett egy nagyobb macska adag eső, ami szerencsére este nem ért el minket, gyakorlatilag még egy nyári estét kiharaphattunk a tél elejéből. Most pedig keresünk egy reggelizőt, ahogy Lackó Mackó mondotta volt, és jól megkajálgatjuk magunkat, hogy aztán ismét útra keljünk. Immáról haza. Szevasztok! Bulikáztunk, eszegettünk, az egész Kopikon zenekart belesegítettük a izéjébe, buszába. Mi fél négyre értünk haza, úgyhogy hazaértem fél négyre, 8-kor fölkeltem, és hogy elindultam Tószegre inni. Itt le, Tószegig, minden felfelé le. Mi meg itt vagyunk a főtéren, ahol továbbra is templomverseny van. Folyamatban, ugye? Hát jaj, mindenki épített templomépítési verseny, és elég jól állnak a jelentkezők. Ó, meg is indult a harangozás. Hát van egy kis eső, de azért annyi nincs, hogy mondjuk ne tudjunk reggelizni. Nagyon jó. Bomba! Úristen, bomba! Azt mondja, bomba! Bomba! Na jó van, hát akkor figyike, puszika, nyuszika, vigyázz jó, magadra, lézer! A turné folytatódik! Két rekes sörben a csomagtartóba, úgyhogy folytatódik, igen. Csákó, puszi, hello! Most az van, hogy eljöttem a reggelizőhelynek a mosdóját kipróbálni, és figyelj, ezt a belsőséges férfi mosdót nézd meg. Tehát az van, én most itt állok, és ugye itt áll József, és pisil. Tehát Józsefet tulajdonképpen így elérem, lehúzhatom a WC-jét, miközben én az enyémbe pisilek. Na, hát, agyon reggeliztük magunkat, mindenféle kombinációban megkóstoltuk a tojást és a kenyeret, úgyhogy, hát, Kaposvár pimpd, nagyon menő volt, a bál szerettük, imádtuk, visszatérünk.
nem? Hogyha sikerül, igyekszünk, de mindig lesz itt egy gombos tű a térképen, azt tudnánk mondani. Úgyhogy most hazavesszük az irányt, veletek pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!